Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, megtartotta a hívértékelő és feladat szabó értekezletét az összederő nemi parancsnokság. Erről beszélgetünk stúdiónk vendégei, Varga Tamás, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Valamint Koron Ferenc vezérőrnagy, az összederő nemi parancsnokság parancsnoka. Köszönöm, hogy itt van. Kezdj, csókolom, jó estét kívánok. Egy kicsit akkor beszélgessünk arról, hogy első alkalommal köszönhetjük itt önt a stúdiónkba, hiszen január elején volt egy váltás az összederő nemi parancsnokság élén. Igen, 2018. január 11-én vettem át a beosztást egy ünnepélyes állománygyűlésen. Nyilván az a megtiszteltetésért, hogy a miniszter úr, illetve a vezérkarfőnök úr felkért ennek a beosztásnak az ellátására, amelyet nagy örömmel elfogadtam, és igyekszem a legjobb tudásom szerint végezni. Ez ugye egy folyamatosság is az összederő nemi parancsnokság életében. Hogyha már a feladatokat nézzük, akkor mi a honvédség legfontosabb feladata a 2018-as esztendőben, államtitkár úr? Köszönöm szépen a meghívást, és jó estét kívánok a nézőknek. A katonák, a honvédség és a honvédek legfontosabb feladata, mint a tavalyi esztendőben is, így az idei esztendőben is, a magyar emberek védelme, Magyarország biztonságának védelme, a határon is, és a határon túl is a missziókban is. A magyar emberek védelme, az illegális migráció megakadályozása, talán ezt is kiemelhetjük, több alkalommal voltunk önt is elkísértük különböző helyszínekre forgatni. Mekkora terhet ró ez a katonaságra, a honvédekre, az illegális migráció megakadályozása? 2015, már majdnem 3 éve fenyegeti Magyarországot, Magyarország biztonságát, Európát és Európa biztonságát az illegális, ellenőrizetlen bevándorlás. Azt gondolom, hogy ez egy óriási teher. Az elmúlt évek során mintegy 17 ezer magyar honvéd vett részt a határvédelemben. Ez egy kemény szolgálat. Gondoljunk most is arra, hogy ebben a mínusz 10-15 fokos hidegben és a nap 24 órájában őrzik, védik Magyarország biztonságát. A kerítés mellett ugye ez egy hármas védelem, egy fizikai, ami egyszerű nevén egy kerítés, természetesen elektronikai megfigyelő eszközökkel is felszerelve, az élőerő, a magyar katonák és a magyar rendőrök járőrszolgálata, és természetesen a jogi határzár, amely biztosítja azt, hogy az illegális bevándorlók ne özönölhessék el Magyarországot, mint ezt tették 2010-ben. Ez egy embert próbáló feladat, és most is itt is szeretnénk megköszönni a katonák helytállását, és a jövőbeni helytállást is természetesen. Mit jelent ez a mindennapokban? Egy kicsit lefordítva, amit az államtitkár úr mondott, nagyjából minden nap 800 fő fizikálisan az intelligens biztonsági határzár mellett járőr, illetve más egyéb megfigyelő tevékenységet folytat. Megakadályozandó, hogy bárki Magyarország területére illegálisan kerüljön be. Emellett egy másik nagyjából 800 fő pedig készenlétben van arra az esetre, ha szükség van arra, hogy esetlegesen az intelligens biztonsági határzárat továbbfejlesszük, avagy reagálni tudjunk egy nagyobb volumenű migráns áradatra. Nagyjából ezt jelenti 1600 ember nap, mint nap. És az összeadó parancsnokság nyilván magát a műveletet vezeti, tudunk róla, hol, hány fő, hány autóval, milyen feladatot lát el, és nyilván a másik legfontosabb feladat, hogy ezt a feladatot ellátó állományt pedig minden oldalról biztosítsuk. Legyen meleg ruhájuk, legyen melegödő sátruk, legyen jó étel, amit esznek, hogy a lehető legkomfortosabb körülmények között tudják végrehajtani ezt a feladatot. Ez az évértékelőn is elhangzott, hogy ez egy nagyon fontos feladat, és a jövőre nézve is kihívásokat is állít a honvédség elé. Igen. Azt gondolom, hogy
mint első számú prioritás Magyarország területének, területi integritásának a védelme, ez a Magyar Honvédség alaprendeltetésből adódó feladata, tehát ebben semmi új vagy semmi különös dolog nincs, ezt csinálják a katonáink. Azonban békeidőben a Magyar Honvédség feladata az, hogy az állományát felkészítse ezekre az alapfeladatokra. Na most mi akkor tudunk kiképezni, felkészíteni, hogyha más egyéb feladatunk nincs. Nyilván okos, átgondolt tervezéssel, szervezéssel tudjuk mindkét feladatot teljesíteni. Vannak olyan elvárások saját magunk, illetve a NATO részéről, amikor is megmérettetik a Magyar Honvédség alakulatai, vagy az egész Magyar Honvédség. Az idén is lesz ilyen feladatunk, tehát nyilván úgy kell szerveznünk magát a szolgálatot lent az intelligens biztonsági határzár mellett, hogy a katonáinkat egyben ki is tudjuk képezni. És arról is volt szó, hogy szintén ezen az évértékelőn, hogy a határvédelem biztonságpolitikai és stratégiai kérdéséről és egy biztonsági környezet európai változásairól is beszélt államtitkár úr. Ez pontosan mit jelent? Az elmúlt években Európa környék és Európa környékének biztonsági helyzete jelentősen megváltozott. A déli kihívás, az illegális és ellenőrizetlen bevándorlás és migráció. És hát tegyem hozzá, hogy katonáink nem csak a biztonsági határzár mellett szolgálnak, hanem mintegy 1000 fő váltásban természetesen szolgál olyan külföldi misszióban, amelyeknek szintén az a célja, hogy a bajt ott oldjuk meg, ahol keletkezett, tehát ne a bajt hozzuk be Magyarországra és Európába, hanem azokban az országban, Irak, Afganisztán, és ez hozzávehetjük a Nyugat-Balkánt is, hiszen annét ugyan nem bevándorlók érkeznek, de a Nyugat-Balkán az az útvonal, ahol elérik Magyarországot az illegális bevándorlók, ott béke és nyugalom legyen. És létszámarányosan elmondhatjuk, hogy Magyarország mindegyik misszióban erején felül teljesít, és minden misszióban, minden időben elismerést vívnak ki a katonáink, és ahogy a szolgálatokat teljesítik. Az ilyen missziós szolgálatoknál egyébként az összedelő nemi parancsnokságnak milyen feladata van? Tekintettel arra, hogy az a nagyjából a mai napon 924 fő hajszál pontosan, aki külföldön szolgál. A Magyarország, tehát az itthoni felkészítését az összhadonő parancsnokságnak kell tervezni, szervezni és ellenőrizni. A készenlétüket nekünk kell ellenőrizni, és ezt követően átalárendelésre kerülnek a különböző szervezetek részén, a NATO, EU, ENSZ, ahol a műveletvezető parancsnokolja ezeket az alegységeket. Azonban adminisztratíve itthonról az összhadonő parancsnokság kell, hogy továbbra is a katonákat, az alegységeket vezesse. Szintén még visszautalnék erre a feladatszobó értekezletre, ahol többek között itt is szó esett a Zrínyi programról. Nézzük, mi ez a Zrínyi program? Egy picit időben távolodjunk el a mától, és ha visszanézünk az első Orbán kormány idejére, akkor 2001-2002-ben volt az utolsó illetményemelés a Magyar Honvédségben, azt megelőzően, hogy most évente rendszeresen, idén januárban is 5%-kal átlagosan emelkedik a katonák illetménye, és ez 2019. január 1-én az utolsó 5%-kal együtt azt fogja jelenteni, hogy a 2015-ös bázishoz képest átlagosan 50%-kal nő a katonák illetménye. Mert nem csak mondjuk, hanem hiszük és teszünk is azért, hogy igaz legyen, hogy a katona, a honvéd, az ember a legfőbb érték a honvédségben. És aztán 2001-2002 után következett egy hosszú-hosszú időszak, amikor mind létszámában, mind pedig képességeiben nagyon-nagyon sokat vesztett a Magyar Honvédség, az akkori kormányzatok nem fejlesztettek, nem előre gondolkodtak, hanem visszafejlesztettek és leépítettek.
Ez jelentős képességvesztésekkel is járt, és valljuk be őszintén, hogy Magyar Honvédség fegyverzete azért még mindig az 1990 előtti Varsói Szerződés időszakának szovjet-orosz fegyvereire és haditechnikájára épül. És most szükség van arra a költségvetés emelésével párhuzamosan, hogy ezt a haditechnikát, amely ma még szolgál, leváltsuk modernebb technikai eszközökre. Ehhez a magyar emberekre is szükség volt, a magyar emberek teljesítményére, hiszen az a gazdasági teljesítmény tette lehetővé, hogy a Magyar Honvédség és a honvédelmi költségvetés emelkedjen, ami az elmúlt években tapasztalhattunk. Van egy vállalásunk a költségvetés tekintetében 2024-re. Azt vállalta a magyar kormány, hogy a költségvetés az akkori GDP 2%-át eléri. Most körülbelül 1,1%-nál tartunk, 427 milliárd forint a honvédelmi költségvetés ebben az évben, ami már egy emelt költségvetés az elmúlt évhez viszonyítva, és 2024-re eléri a 2%-et, és ez a teljesítmény teszi lehetővé, hogy a Simicsko István honvédelmi miniszter úr kezdeményezésére és a magyar kormány támogatásával megalkothattuk ezt a Zrínyi 2026 programot, amely egy 10 éves fejlesztési terv, honvédelmi és haderőfejlesztési program, amelyben vissza kell állítani az egyrészt azokat a képességeket, amelyeket az előző kormányok megszüntettek, másrészt modernizálni kell a képességeket a 21. század kihívásainak megfelelően. Ez nem egyszerűen a legátfogóbb és legkomplexebb haderőfejlesztési program, amely az elmúlt 25 évben megszületett, az egyetlen, hiszen ezt megelőzően ilyen program nem létezett. És ez lehetővé teszi, hogy a ciklus végére, tehát 2026-ra itt Közép-Európában Magyarország egy erős, ütőképes és jól látható és komolyan veendő magyar honvédséggel rendelkezzen. Vonzóbb lett egyébként a katonai életpálya, hogy látja? Én azt gondolom, hogy igen, hiszen mindenféleképpen, ahogy államtitkár úr is említette, az ember, a humánum ennek akár a Zrínyi 2026-nak, akár a teljes Magyar Honvédségnek a központja. Hiszen, ahogy szoktuk mondani, vasat lehet venni a boltba, katonát nem. Ráadásul elhivatott hivatásos szerződéses katonák kell, hogy ezt a Magyar Honvédséget kitöltsék, akik nagyon magas szintű feladatokat kell, hogy végrehajtsanak a legjobb tudásuk szerint. És én azt gondolom, hogy az elmúlt évek fejlesztés, az elmúlt évek humán centrumú gondolkodása vonzóbbá tette a katonai pályát. És itt nem csak a pénzről beszélek, bár nyilván ez is egy alapvetően fontos dolog. Mondjuk korábban arról már itt beszélgettünk az ÖHP részéről többekkel, hogy a szaktudást azt elismerik, a magyar katonát, a tudását, a hozzáértését, a külhoni missziókban is, és egyéb helyeken is elismerik, mert hogy megvan a tudás. Hát ha megengedi, én 9 ilyen külföldi missziót teljesítettem, és szoktam volt mondani, hogy a magyar katona a világ egyik legjobb katonája. És ezt nem csak mondom, hanem ezt így is gondolom, ezt én így is látom. A magyar katonának egyrészt mindig megvolt az a magyar csavaros esze, amivel a nehézségeken túl tudott kerülni, a másik pedig hihetetlenül megbízható. És ezt sok-sok nemzet katonáival, vezetőivel együtt bátran mondhatom. Most pedig ehhez már hozzárendelik majd az anyagi részt is, és a technikai részt is államtitkár úrék, illetve a magyar kormány. Hogyha nézzük még a feladatokat, akkor mit hoz a 2018-as esztendő? Akár az ÖHP életében, akár kormányzati szinten, katonaság tekintetében. Ugye 2018-as költségvetés lehetővé teszi azt is, hogy a fejlesztéseket elindítsuk, el is indítottuk már. Mintegy 30%-át fogja a Honvédelmi Minisztérium a költségvetésnek fejlesztésre
fordítani ebben az esztendőben, amivel nem csak teljesítjük, hanem túl is teljesítjük a NATO elvárást, tehát ebben a szegmensben nagyon jók vagyunk, és egyébként a NATO-ban nem csak a katonáink teljesítményét ismerik el, hanem két héttel ezelőtt volt a védelmi miniszterek találkozója Brüsszelben, hanem Magyarország vállalásait és teljesítményét is elismerték, és elismerően szóltak azokról az erőfeszítésekről, amiket teszünk. A költségvetés emelése tekintetében vannak országok, amelyek messze-messze tőlünk lemaradtak ebben, és nem léptek előre, mint pedig a fejlesztések és a vállalásaink tekintetében is elismert és jó helyen vagyunk. Megérkezett a két katonai szállítógép, meg is tekinthették Kecskeméten az újságírók is, amely a magyar honvédség szállítóképességét van hivatva visszaállítani, hiszen azok az A-26-os repülőgépek, amelyek eddig ezt a feladatot látták el, több mint 40 éve szolgálatban vannak, és azt gondoljuk, hogy ideje, hogy megérdemelt nyugdíjba vonuljanak. És folytatjuk a fejlesztéseket. Figyelünk a katonáinkra, figyelünk az illetményükre, látjuk, hogy megváltozott a munkaerőpiaci helyzet, nem csak itt Székesfehérváron, ahol valóban a mi városunk hihetetlenül jól teljesít, és szinte az a 2%-os munkanélküliség, amit a mi városunkban van, az azt jelenti, hogy nincs, hiszen ez egy statisztikai hiba határ már, de országosan is, és odafigyelünk a munkaerőpiaci mozgásokra, és igyekszünk munkaerőpiaci pótlékkal úgy emelni a katonák illetményét, hogy továbbra is vonzó legyen. Az elmúlt esztendőben nem csökkent, hanem növekedett a magyar honvédség létszáma, és az a vállalásunk, hogy a 2026-os program végére 30 ezer fős erős ütőképes hivatásos magyar honvédség legyen, és mellette legyen egy 20 ezer fős területvédelmi tartalékos katonánk. És az ÖHP tekintetében? Egy kicsit foglaljam ezt úgy össze, hogy a mindennapok feladatai mellett, az előbb már beszéltünk ugye a közös akarat feladatról, az illegális migrációval kapcsolatban, a kiképzési, a mindennapos kiképzési feladatok mellett nyilván ez egy intenzív végrehajtási periódus. Államtitkár úr említette a két szállítógépnek a beszerzését, emellett közúti gépjárművek, tehergépjárművek, buszok beszerzése van folyamatban, amit az összhadelem parancsnokság és alárendelt szervezeteinek kell abszolválni. És emellett fel is készülünk az elkövetkezendő időszak fejlesztéseire, tehát eléggé összetett a feladat, nagyon tudni kell, hogy kit, mikor, hova küldünk, hogyan képzünk, átképzünk vagy kiképzünk, hogy biztonsággal fogjuk tudni kezelni majd ezeket az új technikai eszközöket. Tehát akkor ehhez fontos háttér is kell. Természetesen. És nagyon fontos, itt Székesfehérváron hadd emeljük ki a buszbeszerzést, hiszen ezek a multifunkciós több célra is alkalmazható autóbuszok itt a mi városunkban, Székesfehérváron készülnek, abban a nagy múltú Ikarusz gyárban, amely az elmúlt években, évtizedekben tetszhalott állapotban állt, üresek voltak a gyártócsarnokok, és nagy öröm mindannyiunk számára, hogy felé lett a székesfehérvári buszgyártás, és bízunk benne, hogy nem sokára a székesfehérváriaknak is meg tudjuk mutatni azokat a több célú szállító buszokat, amelyek itt készültek az Ikarusz gyárban, és aztán a határon és a misszióban fogják segíteni a katonák szolgálatát. Az mit jelent egyébként, hogy több célú? Voltunk már korábban önnel ugye ezeket a buszokat megtekinteni, csak hogy egy kicsit a nézőknek is frissítsük fel a tudását, hogy milyenek is ezek az autóbuszok. Hát alapvetően személyszállító autóbuszok, de néhány óra alatt átalakíthatók, vagy sebesült szállító autóbusszá, vagy pedig egy törzsvezetési pontként is szolgálhat néhány órás átalakítással ez az Ikarusz és a Magyar Honvédség által közösen kifejlesztett autóbusz.
Ennek hasznát veszik akkor? Természetesen, hiszen katonáink számára is, ahogy az előbb elmondtam, szeretnénk gondoskodni akár a határ mellett, akár a külföldi missziókban róluk. Nem mindegy, hogy a határon a váltásokat két hetente milyen körülmények között tudjuk végrehajtani, vagy az sem mindegy, hogy mondjuk a Nyugat-Balkánról hogyan tudjuk hazaszállítani szabadságra őket, és szabadság letelte után pedig vissza a misszióba. Ugye most beszéltünk nagyon sok fejlesztésről, nagyon sok feladatról, de hogyha a mindennapokat nézzük, akkor az ÖHP élete az hogyan fog alakulni? Milyen fontos feladatai vannak önnek, mint új parancsnoknak? Köszönöm szépen, én egy nagyszerű csapatot kaptam, hihetetlen szürke állománnyal, rendkívül felkészült tapasztalt szakemberek. Én azt gondolom, csak össze kell csiszolódnunk, mint parancsnok és a törzse, vagy a törzse és a parancsnok, hogy az előttünk álló feladatokat minél magasabb szinten meg tudjuk oldani. Gyakorlatilag ugyanaz a tervező, szervező, végrehajtó és ellenőrző funkciói maradtak meg az összadalmi parancsnokságnak. Nyilván ebben az évben is akár a határ mellett, akár a kiképzés felkészítés tekintetében, akár a missziók tekintetében hasonló feladatokat fogunk ellátni, mint az elmúlt években. És ilyenkor egyébként hogyan néz ki? Tehát megtartották itt ezt a nagy feladatszobot, és mennek tovább más helyszínekre, és a ÖHP-hez tartozó alárendelt egységekhez is tájékoztatni őket, hogy akkor mi vár rájuk? Igen, a február 26-a és március 31-e között a folyamatosság elve alapján az alárendelt parancsnokok tartják meg a alárendelt alakulatra vonatkozó feladatszabó értekezletüket. Én pedig, mint parancsnok, igyekszem minél több helyre eljutni, és minél több ilyen feladatszabó értekezleten részt venni. Egyrészt, hogyha az állomány részéről meg nem értett, vagy felmerülő olyan kérdés van, amit egyenesbe kell, hogy tisztázunk, hiszen mindenkinek egyet kell tudni. Másrészt én azért szeretném látni azt, hogy az alárendelt parancsnokok az én feladatszabásom után ezt hogyan viszik tovább. Tehát akkor egy ilyen tesztidőszak is van most itt önöknél. Igen, igen. Államtitkár úrra még egyetlen egy kérdésre én visszautalnék, ugye említette, hogy Brüsszelbe volt néhány hete. Miről esett szó a védelmi bizottságoknak az ülésén? A védelmi miniszterek áttekintették az előttük álló feladatokat, mint NATO védelmi miniszterek, és volt egy, mint ez szokásos, egy közös ülés Federica Mogherinivel, a biztonságpolitikai vezetővel, az Európai Uniónak, a NATO és az Európai Unió együttműködéséről. Az Európai Unió is felismerte, hogy Európának védelemre van szüksége. Hogy ez egy közös hadsereg, vagy egy közös védelem, erről a vélemények megoszlanak, és még viták folynak. De mindenképpen feladata Európának, hogy legyen képessége megvédenie önmagát. Ez természetesen nem lehet egy versenytársa a NATO-nak, de mindenképpen egy párhuzamos szerveződésnek, védelmi képességnek ki kell alakulni. Azzal, hogy Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, a NATO költségvetésének 80%-át nem Európai Uniós országok adják. A körülöttünk lévő világ változása azt gondolom, hogy kötelezővé tesz Európa számára, hogy felelősen gondolkodjon ebben a jövőben. Én köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat. Azt hiszem, hogy ez a magyar katonákon ez a felelős gondolkodás nem fog múlni. Köszönöm. Köszönjük szépen, és tisztelettel köszöntjük parancsnok urat városunkban. Köszönöm szépen. Nézőinknek pedig megköszönöm, hogy velünk tartottak. Köztérre legközelebb egy hét múlva számítok majd a figyelmükre itt a Fehérvár Televízióban. Viszontlátásra!